Mivel tüzelsz benne? Igen. Mivel hideg van? Kocsamell lesz. Nagyon egyszerű, majd a Tamás elmondja a részleteket, vagy legalábbis megpróbálja elmondani. Kacsát az alsó égésű lésév smokerbe csinálom meg. Narancslébe áztatom be, rozmaringággal, egy nagyon kicsi sóval, egy 12 óra hosszára bemegy a hűtőbe. Előtte óvatosan a tetejét bekockázunk, berácsozzuk. Igen, áztatom a tetejét. Hú, az igaz, nagyon szar. De ez így lesz bele. Hogy? Ez így lesz, egész így, hogy van. Ah, persze. Komolyan. Hidd el, hogy jó. Kacsa kupa kell, de nem. Igen, kacsatartó. Beteszed a kacsatartóba, megkérdik. Majd végig egy nyakomágot is megisztunk. Na, akkor kezdjük előről. Magát a mellett egyesével vákumcsomagolva vásároltam. Nem úgy, hogy bementem a henteshez, és mondjuk ott a pultból egy egész kacsának a mellét megvásároltam, hanem... Szívasz? Miért? Mi a faszom ez? Hát nekem nem örülök, hogy hogy vetted a mellett. Cikkekre vágott krumpli, ez nagyon enyhén elő van főzve, így bekerül kacsazsírba a smokerbe, az is egy kis sóval, rozmaringgal, és mehet. Fajnál. Igen, fokhagyma is van benne. És még mit teszünk hozzá? Gyümölcsöt. De hogy harapjuk hozzá az almát? Ja, de ez nagyon. Nagyon jó, ez jó, ez szereti. Mit? Ezt, hogy balfasz vagyok? Nem, azt, hogy elfáradtál. Igen. Mert reggel óta iszik. Hát az előbb a srác a kvóta miatt volt csak a videóban, úgyhogy most elmondom, hogy hogy kell csinálni a kacsát. Tényleg. A smokerbe 130-140 fokon sütöm a kacsát. 1 óra hossza, 1 óra 15 perc. Maghőmérséklete a kacsának ilyenkor olyan 63-65 fok. Hogyha túlságosan fölmegy a kacsának a maghője, tovább sütöd, hogy ne rozé legyen, akkor sajnos a füst és a magas maghőmérséklet miatt egy nagyon különleges dolog történik ezzel a kacsával. Máj ízű lesz a mell, minimális pihentetést gyönyörűen föl lehet utána szeletelni, és szilvalekvárral és lehet enni. Körte és szilva, nagyon sokat sütünk gyümölcsöt, a smokerben, negyed, ezt is félben negyedbe vágod, egy másfél óra sütés, attól függ, hogyha nincs nagyon megérve a gyümölcs, akkor csak simán megfogod és berakod a rácsra, kap egy kis füstöt, utána bele kell rakni aludobozba vagy alutálcára, egy nagyon kicsi vizet vagy gyümölcslevet kell aláönteni, lefeded, hogy egy picit puhuljon, hogyha érett gyümölcsről beszélünk, akkor pedig nem csak simán negyedbe vágod, be a rácsra, egy óra hossza körülbelül jöhet le vajpóa és köretként is hibátlan. Szóval ma kacsa készül. Az emberekben van egy elképzelés arról, hogy ha barbecue, akkor óriási nagy darab húsok, nagyon markáns ízek, minél cupákosabb, annál jobb. De vajon lehet-e szofisztikáltabb, vagy első pillantásra fittednek tűnő konyhát csinálni ennél? Van-e élet a marhán és a sertésen túl? Francba lenne. És nekem igazából nincs más dolgom, mint kibickedni és kóstolni. Eljött a pillanat, elkészült minden krumpli, rozmaringgal, fokhagymával, kacsazsírral, kacsamell, páccolva, gyümölcsök. Nézzük meg, hogy milyen lett a kacsa. Egy ilyen laza, könnyed, bár smokerben készült kacsamellhez, azt gondolom, hogy illik egy Jameson koktél, és most a lehető legegyszerűbbet csinálom, hogy egyébként én szoktam főleg nyáron, Jameson gyömbérrel, egészségünkre. Kóstolunk. Én egyébként picit rozéből sütöttem volna. Nagyon jól áll ennek a madárnak ez az édeskés ízvilág. Nem vesz fel annyi füstöt, nincs annyi ideig benne a rácson, mint egy marha, vagy akár egy sertés oldalas. De hogy ettől függetlenül benne van ez a tűzön készült kraft, vagy füstön készült kraft. Nagyon jó. Nálunk a barbecue az olyan, hogy a család női tagjai, azok nincsenek odaérte. Nincsenek megőrülve érte. A feleségem azt mondja, hogy
Ő neki köszi, de elegem volt ebből, nem akar több barbecue-t, de ez például, abban teljesen biztos, hogy ő is megenné, mert hogy nincsenek benne azok a domináns füstjegyek, amik elviszik egy ilyen kicsit egyen irányba a füstönsült ételeket, vagy elvihetik egyen irányba. Ez egy teljesen szofisztikált, majdnem fancy a történet, mert hogy tényleg egy jófajta, ilyen kacsás, krumplis, gyümölcsös, könnyed, nyári, nagyon jó kaja. Már ennyi voltam, ha tetszett a videó és tetszett a recept, akkor itt adjatok egy lájkot, és ha akartok még ilyeneket, akkor iratkozzatok fel, a csengőt is meg lehet nyomni, és akkor tudni fogtok minden egyes új videóról. Találkozunk még, sziasztok! Ja, és ebben az évben nagyon-nagyon sok füstös tartalom jön. Mm.